Kérjék a juhokot, és akkor még mossuk a gyapjat. Még szárazzunk, sem vigyük a fejsillőre. Nos, aztán ott még fonják, és akkor úgy kerül nekünk vissza. Felvessük a vékony fonalat, és a vastag fonalat, azt még megfonjuk, megpergessük, őteni belé. És beleütjük a gyapjulepedőket. Vagy szőnyegnek, vagy ki minek akarjanak. Festővel festik, van, amit galussal, azt mondjuk, hogy galus, ilyen porfestékekkel. Vagy olyant is festnek, piros vagy zöldet, tojásfestékkel. Vagy húsvétre festjük a tojást, akkor megmaradnak a boltokban a festékek is. Megveszik is a fonalat, megfestik velük. Magyarországi ember nyírfalevellel csinált barnát. Akkor ott van egy fehér nyíló virága, vagy csinált sárgát. És akkor indigóval csinált kékét. És akkor valamilyen tetűt hozott egy borkámos, azt megőrölték, és abból, mondom, háromfajta pirosat csinált. Foglalkozok a szövésre, csak ezekkel a gyapjú menetekkel, ez 90 autó. De azon előtt szőttem májterítőköt piros-feketéből. Az is nagy menet volt itt a faluban. Hozták ide az anyagokat, szőttem is. Akkor hány éve, 3 éve szőttem itt a milyen táncosoknak 20 rend székely ruhát. Ilyen népi viselet székely ruhát. Úgyhogy sokat szőttem, én már hagyom a hátról maradottaknak, hogy azok is szőjenek. Még egy fiatal asszon tudok, aki szövi a székely ruhát, az is itt tanult még, de nem erős, nem. Nem erős, mert kicsi pénz van utána, no, sokat kell dolgozni. Csak ugye ilyen öreg asszonynak meg éri, no, mert kicsi a nyugdíjse, pedig kicsit pótolja az ember. No. Már annyit csináltam, hogy ez elég az én részemre. Csak így megtanítgatom őket, a fiatal asszonyokat, hogy tanuljanak meg. Thank you.